Többek között Binenc Márton gitárjátéka is színesítette a programot, amelynek a Marosparti Város levéltárának kutatóterme adott otthont. A jubileumi esemény moderátora volt Marosvári Attila történész, aki köszöntötte a megjelenteket, majd átadta a szót az első előadónak, Urbancsok Zsoltnak, aki arról számolt be, hogy Pulitzer honnan indult. A sajtómágnás életművéről nagyon sok könyv jelent meg, azonban a származásáról, a makkóiságáról már kevesebbet tudnak. Csak az 1980-as években derült ki például az egyértelműen az Amerikai Egyesült Államokban élők számára, hogy Pulitzer az nem Bécsben vagy Pesten, hanem Makón született. Tehát rengeteg új dolog van, főleg Pulitzer őseivel, nagyszüleivel, dédszüleivel kapcsolatban, amelyeket, ezeket az iratokat a makói levéltár őrzi. Ezek különleges anyagok, ezeket összegyűjtöttük egy külön gyűjteményes fontba, és egyrészt ezeket próbálom tematizálva bemutatni az érdeklődőknek, másrészt pedig megpróbálom röviden bemutatni azt, hogy ez a dinasztia, amelyiknek 4 generációja élt Makón, milyen is volt, és mit kell tudni róluk. Pál Lászlóni Szabó Zsuzsanna vázolta fel azt a korszakot, amikor a család elhagyta Makót, és onnantól kezdve mutatta be a kalandvágyó fiatal útját egészen Amerikáig. Nagy hangsúlyt kapott az is, hogy Pulitzer Józsefnek milyen elvei voltak az újságírásban, amely még ma is példamutató lehet a fiatalok számára. Olyan nézeteket vallott, amelyek hát az újságírásban őt kicsit kuriózummá tették. Na most ez a közszolgálati újságírásban foglalható össze röviden, és hát végül is New Yorkba került, mert ugye az volt a sajtóéletnek a központja. Ott vett lapot, a The World-et, és hát azt virágoztatta föl, ezt fogom taglalni az előadásban, míg nem tényleg, bár vett más lapokat is, ez volt a vezérhajója tulajdonképpen. Továbbá Forgó Géza történész, a Szirbik Miklós Egyesület tagja a makkói sajtó történetét tárta jelenlévők elé. Akik nem tudtak részt venni a rendezvényen és szeretnének többet megtudni Pulitzer Józsefről, azok a 3 beszámolóról írásos kivonatot olvashatnak majd a honismereti híradóban.